A feladat a kikészített oldat azonosítása, ami ebben az esetben vagy acetón, vagy formalin lehet. Szükséges eszközök és anyagok, egy kémcsövelvány kémcsövekkel, ami tartalmazza az ismeretlen oldatunkat. Ránézésre az acetón és formalin is szintén átlátszó oldat, tehát nem tudjuk azonosítani. A szaglással történő azonosítás pedig ebben az esetben sem megengedett. A tájcán található eszközök és vegyszerek segítségével kell azonosítani az oldatot. Nézzük a tájcán található vegyszereket. Féling 2 oldat, illetve féling 1 oldat, féling reakció elvégzéséhez. 2 mólos ammónia oldat és ezüstnitrát oldat, 1/10 mólos ezüstnitrát oldat az ezüsttükör próba elvégzéséhez. A tárcán található még porszeszégő, hiszen a próbák elvégzése során melegíteni kell az oldatot, illetve kémcsőfogót az oldat melegítéséhez. Tulajdonképpen mind a két próbát elvégezhetnénk, válasszuk most az ezüstükör próbát. Ehhez készítsük el a reagensünket. Egy üres kémcsőbe ammónia oldatot öntünk. Majd annyi ezüstnitrát oldatot adunk az ammónia oldathoz, hogy a kezdetben lelámpott csapadék rögtön feloldódjon, amit sok esetben nem is látunk. Elkészítettük a reagensünket, egy picit rájzunk össze. És öntsünk az ismeretlen oldatból körülbelül egy köbcentiméternyit az elkészített reagens oldatba, majd fogjuk be egy kémcsőfogóba, miután befogtuk, gyújtsuk meg a borszeszégőt, és óvatosan melegítsük az oldatunkat. Ez hajlamos kilőni, úgyhogy ezért melegítünk mindig úgy, hogy a kémcső száját úgy tartjuk, hogy soha nem utasson társunk felé, illetve senki felé a teremben. Bizonyos oldatok hajlamosak a kémcső megütés közben. Igazából melegítés hatására nem tapasztaltunk változást, ebből arra következtethetünk, hogy az ismeretlen oldatunk aceton volt, és nem formalin oldat, hiszen nem tartalmazta a redukáló tulajdonságú formil csoportunkat, ezért ez is nem vált ki az oldatból.